Kertész Milán és Jóföldi Balázs hétköznap tudta lejátszani a bajnoki fordulót Pakson, mert hétvégén több meccsre nem kerülhetett sor a szakadó eső miatt. Megyei rangadót rendeztek az OB3-as teniszcsapatbajnokságban legutóbb. Az őszi szezon első fordulójában a paksi SM a Szekszárdi Hán Tenisz Egyesületet fogadta. Az időjárás nem fogadta kegyeibe a teniszezőket, így csupán két egyéni meccset sikerült lejátszaniuk, azt is a fedett csarnokban. A többit hétközben pótolták. A múlt szombaton kezdődött az őszi fordulója az OB3-as csapatbajnokságnak, és a megyei rangadóra került volna sor szombaton, de hát az időjárás közbeszólt, ahogy tudtuk, szinte csak Közép-Magyarországon esett az eső. És ilyenkor föl tudjuk ajánlani a csarnokunkat, amely ugye nem salakborítás, hanem kemény pálya, és a szekszárdi csapatból két fő el is fogadta, és ez a két mérkőzés szombaton le is játszódott. Mindkettőt elbuktuk, sajnos az egyiket döntőszett tiebreakben, az szoros volt, és megbeszélte egymás közt a két csapat, hogy ne legyen túl nagy halasztása a mérkőzésnek, hogy így hétköznap meg tudjuk beszélni egymás közt a mérkőzéseket, és akkor itt salakon, itt Pakson akkor le tudjuk játszani. Hát erre került most sor, itt az 1-es-2-es pályán két egyéni mérkőzés, a 2-es és a 6-os pályás mérkőzésre, és az egyik mérkőzést 7-5-7-5-re elbuktuk, a másikat 7-5-7-5-re megnyertük. Úgyhogy ez összesítésben az azt jelenti, hogy a Szekszárd 3-1-re vezet most a paksi ellen, és hát ugye mi két egyéni mérkőzés van hátra, és attól függően majd kerül sor a három párosra. A szekszárdiak idei célja az OB2-be való feljutás. Én Kertész Milánnal játszottam, jó játszott, nehéz meccs volt, úgy érzem a rutinommal tudtam nyerni. Szombaton kezdtük a meccset, de sajnos az eső nem tette lehetővé a folytatást, így ma fejeztük be. Nyertem, de úgy érzem, hogy sok szerencsém volt a meccs folyamán. Mondhatom, hogy szinte mindenki rutinos játékos, fiatal, talán Pató Balázs a legfiatalabb játékosunk, ő is már azért 20 év fölött van, ő nagyon jó ifi játékos volt. Jelenleg egyetemre vették föl, kicsit kevesebbet játszik, de nagyon sokat segít a csapatnak. Többiek régi játékosok, akik 20 akár 30 éve is folyamatosan játszanak. Lassan szerintem olyan 30 éve vagyok a szekszárdi csapat tagja, hol OB3-ban, hol OB2-ben játszottunk, volt már esélyünk feljutni OB1-be is, sajnos nem sikerült, de most igyekszünk feljutni vissza OB2-be. Tavaly MB2-be voltunk, egy kis bal szerencsével kiestünk, most szeretnénk oda visszajutni erre, úgy érzem, hogy jó esélyünk is van, mert holt versenyben másodikak vagyunk, és talán ha még a hátralévő egy meccsünket megnyerjük, ezzel együtt, a paksi meccsel együtt, akkor úgy érzem, hogy sikerült a feljutás.